Az Európai Parlament plénuma előtt tiltakozott Winkler Gyula, amiért a képviselőházban hallgatólagosan elfogadásra került Bogdán diákonú magyar ellenes törvénytervezete. A jogszabály megtiltaná a kisebbségeknek az anyanyelv közigazgatási használatát. A dolog annál is súlyosabb, mivel az intézkedés gyakorlatilag az anyanyelv február 21-én ünnepelt nemzetközi napjával esett egybe. Ez a törvény megtiltaná a kisebbségeknek anyanyelvük használatát a közigazgatásban. A tervezet magyar ellenes, alkotmány ellenes és a teljes magyar közösség felháborodását váltotta ki, mivel kitételei Románia alkotmányába ütköznek és az Európai Unió alapértékeivel ellentétesek. Az Európai Parlament plénumában adok hangot meggyőződésemnek, hogy az LMDSZ eléri, hogy a tervezet a bukaresti szenátust visszautasítsa. Egy demokratikus jogállam érdekei ellen szól az, hogy egy alkotmányellenes, kirekesztő, szélsőségesen nacionalista törvényt elfogadjon. Országunk Európai Uniós tagságával összeegyeztethetetlen tervezet, amelynek helye a kukában van.